A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ahogy az ott hátul látszik, Dani elkezdte visszaépíteni az irodát, ez azért van, mert visszaköltöztünk a telepre. Erről van egy remek videó a nagy csatornán, mindenképpen kattintsatok át, mindenképpen nézzétek meg, még egy kis drift is van benne, sőt, igazából nagyon sok veretés van benne. De ami engem érdekel, hogy most, hogy levonult az árvíz, mi maradt itt? Vagyis, hogy mit hozott nekünk a Duna? Ugye elárasztott jó sok sertéstelepet, pöcegödröt, meg még ki tudja mit, és azt mind szépen beúsztatta hozzánk. Úgyhogy elhívtam egy barátomat, Dávidot, akinek ez a szakterülete, és most megyünk, és jól mintát veszünk mindenhonnan. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, irány a Patreon, mert ott lehet nézni a gonosz Swifteket egy héttel hamarabb, és kezdünk is. Dávid, mi a te pontos foglalkozásod? Én biológus vagyok, azon belül immunológus, és most csinálom a klinikai mikrobiológia szakvizsgát. Akkor ott lesz a neved előtt, hogy doktort? Nem, azt majd, ha a PhD-t megcsinálom egyszer, és ha arra lesz időm, akkor lesz, de az immunológiából lesz, ami most nem érdekel minket. Jól van, mondd el, mit hoztál? Hoztam többféle táptalajt, kétfélét, az egyikkel specifikusan fogunk keresni baktériumokat, a másikkal meg egy általános képet kapunk arról, hogy milyen baktériumokat hozott ki nekünk a Duna. Nagy része természetes környezeti mintának felel meg, tehát semmi olyan nincs, amit nem szeretnénk, viszont mivel, amit mondott az Anti is, hogy kimosott sok pöcegödröt, meg minden, lesznek olyan kórokozók is, amit nem szeretnénk, hogyha légutunkba kerülne, megennénk őket, vagy bármi lenne, mert megbetegszünk tőle. Azt mondtad, hogy táptalaj, viszont ez itt rohadtul nem úgy néz ki, mint fél más a virágföld. Légy szíves, mondd el, hogy mi a táptalaj, és ez itt kapásból kétféle táptalaj. Kétféle táptalajt hoztam, igen. Ezek agar alapú, tehát egy ilyen zselatinszerű anyagban vannak olyan a baktériumok számára fontos anyagok belekeverve, amitől ők jól tudnak nőni, és ami a specifikus táptalajok lényege, hogy valamilyen különleges anyaggal vagy festékkel meg tudjuk különböztetni a számunkra érdekes baktériumot, tehát például ezzel a táptalajjal szalmonellát fogunk keresni, tehát majd, hogyha kitenyészik rajta, megfelelően néz ki, tehát a formája, színe olyan lesz, mint amit a szalmonellától várunk, akkor ezzel tudjuk igazolni, hogy itt bizony találtunk szalmonellát. És a tenyésztés azért jó, mert ez egy funkcionális vizsgálat, tehát azt tudjuk nézni, hogy élnek-e a baktériumok, és tudnak-e szaporodni az adott környezetben. Jól hangzik. A két legfontosabb kérdés. Köpenyt hoztál? Hoztam. Neked hoztam. Gumikesztyűt is? Neked hoztam csak a gumikesztyűt. Szuper. Kezdjük is. Azért gondoltam, hogy kezdjünk itt, mert ez hát valamilyen szinten zárt, hiába hagytuk nyitva ugye az elektromos kaput, hogy ne károsítsa a víz, de itt azért hát így nagyjából ideig állt a víz, erre most nem mernék megesküdni, de a lényeg, hogy itt nem tudom mi a szakkifejezés, biológiailag kurva büdös van, ami a többi helyen annyira nem jellemző, úgyhogy mondd el, hogy mi fog történni. És miért én veszem a mintát? Hogy egy izgalmasabb legyen a dolog, és most első körben felületi mintát veszünk, tehát egy pálcával megdörzsöljük a kérdéses felületet, és utána a pálcáról a táptalajra majd átrakjuk ezt a mintát. Jó. Ami a lényeg, hogy valamilyen helyet találjunk, ahol sok por, iszap, valami van, mert várhatóan ott lesz az, amit talán. Ezek a vízfoltok itt, ha jól tippelem, az eső miatt vannak, viszont ezek a foltok itt, ezek még az árvíznek a maradványai. Itt már száraz por van, az a vékony, finom réteg, amit a víz itt hagyott. Az lesz szerintem az első körben jó, mert ami itt a nagyon fontos, hogy az iszapban a por, ami leül, az azt fogja a baktérium táptalajnak tekinteni, vagy hát hordozónak, tehát a szálló porban is lehet valami. És akkor első körbe vegyél ki egy pálcát, azt légy szíves, utána már ne érint semmihez. Nem, pedig nagyon, nagyon hívogató lenne a fülem számára. Igen, mások és gyere, menjünk. Is, mások számára is annyira kielégítő a fültisztítás? Mindenki számára az, csak nem szabad turkálni a fülünkben. Ugoljok, gondolom. Valahol, és körülbelül, amit hoztam vonalzót is, csak nézzük meg, hogy mekkora területről fogsz mintát venni. És egy 20x20 centis
négyzetet dörzsölj végig alaposan. 20x20. Körülbelül. És inkább a vájatot? Az mindegy, azt rád bízom. Mm. Minden onnan fog jönni föl. Azt hiszem, a 20x20 centit lefettem. Jó. A mintavevő pálca így néz ki. És nem túrjuk bele Anti szemébe, mert nem lesz boldog utána a kötőhártyagyulladástól. És ami most jön, az maga a szélesztés. Szélesztés? Így is lehet nevezni. Alapvetően kikenjük a pálcára. Most fordítsd el 90 fokkal. Most és kisebbeket. Így. És még 90 fokkal, és oda egy három vonalat, csak egy ilyen S. Így is jó. És most rakd vissza, hogy minél kevesebb ideig legyen. És ezt fejjel lefele tároljuk. Igen, és a preanalitika egyik fontos alapszabály, hogy egyből jelöljük a mintát. Ezt most megjelöljük egyes mintának, a zsebedbe találsz alkoholos filcet. Uh-huh. Egy. Egy, és hogy ráírjam, hogy honnan vettem? Igen, írd már rá az ügy nekünk egyszerű, meg egy időpontot, meg egy dátumot. Minden mintát egyértelműen szükséges jelölni, több független azonosítóval. És most egy szerencsés helyzet, hogy videó forog, mert így utólag majd vissza tudjuk nézni belőle, hogyha valamire nem emlékszünk, de hogyha ez nem lenne meg, akkor papíralapon kéne dokumentálni mindent. Zárt garázs, 9:18. Gyönyörűen írsz. Igen. Jó. És akkor ezzel folytatjuk, és most a másik táptalajt is légy szíves, kend le. Ennek a párját, mert ugye meséltem, hogy kétféle táptalajra fogod lekenni, és ugyanazt, amit előbb csináltál, azt csináld meg ezzel is. A vér a táptalajon alapvetően a baktériumoknak tápanyagul szolgál. És egyes biokémiai reakciókat is tudunk vele vizsgálni. Ja. És akkor ezt is feliratozni. Ilyenkor mi történik ezzel? Ő veszélyes hulladék, ugye? Alapvetően veszélyes hulladéknak számít, de mivel itt környezeti mintát vettünk, minthogyha a Földön bármilyen eszközt találná, kidobjuk a kukába. Megyünk tovább. Mindenképpen kíváncsiak voltunk arra, hogy mi történik egy autóval, ami víz alá került, és netán még valami minimális beltér is van benne, úgyhogy a dicső CL600 V12 biturbót támadjuk be. Ez az autó az A-oszlop tövéig állt a vízben. Itt vannak még ilyen kárpit darabok, van szigetelőanyag. Mit javasolsz? Ajtó melletti kárpit darabot. Az innen nézve is penészesnek tűnik, úgyhogy meg az a szivacs, azon látod azokat a fekete pöttyöket, az valószínűleg penész lesz. Aha, jó. És akkor ez mindenképpen, mint gomba, az semmiképp nem tesz jót, hogyha a légutakba kerül. És ott is egy körülbelül ilyen 15x15 centis területet próbálj meg. Fekete és barna trutyi van rajta. Fekete és barna trutyi, amit nem szeretnél megnyalni. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik fognak kitenyészni. Ez az autó, ez ugye víz alatt volt, ennek ez a hozzáadott értéke ennek a mintavételezésnek. Ne nyomd le nagyon erősen, hogy ne sértsd meg, mert a felszínén kell nőnie, mert nekünk az is fontos információ, hogy milyen formájú lesz a telep rajta, és belenő-e vagy nem nő-e bele az agarba. Ez az új műhely, a Maxton padlóval, ami egy ilyen műanyag rácspadló. Ezt használjuk stúdió műhelynek, ugye itt forognak az igényes építések, az eskügyári, mi egyéb. Viszont itt ugye az látszott, hogy amikor bejött a víz, akkor felemelte a padlót tökéletesen színbe, mintha egy animáció lett volna. Ha megnézed, bizonyos helyeken le is kapta a festéket a falról, ahogy felemelkedett a padló. Itt alapvetően úgy kárt nem okozott, ettől eltekintve, hogy azt ott majd le kell kenni, meg nyilván föl kell szedni a padlót, hogy ki tudjunk takarítani alatta. Viszont itt még van teljesen érintetlen eredeti por, amit itt hagyott a víz, sőt, még egy kis úszadék is. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy itt mindenképpen érdemes lenne mintázgatni. Szóval én most akkor... Azért is fontos az ilyen helyeket alaposan fertőtleníteni,
mert az ilyen rácsos, relatív nagy felületű mintákon, légy szíves, a lyukakba is dugd bele. Nagyon-nagyon jól meg tudnak tapadni a baktériumok és a gombák. Törekszem a 15x15 centire. Hát, most ahogy sikerül. Igen, behazudjuk a 15 centit, tudod, mint máskor. De hogy az van, hogy nagyon ez jobban hihető lesz. Ez hihetőbb lesz. Nagyon nagy a felület. Tehát azzal, hogy ennyi kis műanyag pálcika van, ezért ez egy irgalmatlan nagy felület, ahol ez a dzsúva meg tud tapadni. Ugye vettünk mintát zárt térben, tehát abban a garázsban, tárlóban, ami viszonylag nehezen szárad ki, hiszen zárható, látszik is, hogy az ott még jó párás. Ez itt viszont a nyitott raktárunk, amit a víz előtt kipakoltunk. És ez azért lesz különösen érdekes, mert a napon, amikor visszatértünk ide, akkor bejöttünk az E60-nal, a Chrome E60-nal, és Oliver párszor körbe driftelte azt az oszlopot, tehát jól felverte a dzsúvát. Kíváncsi vagyok, mi lesz az, amit itt kollektívan lélegeztünk és szipogtunk, miközben pörgött az autó. Szóval, hajrá! Levettük a mintákat. Igen. Mi következik most? Berakod egy meleg helyre, ahol szépen tudnak kelni? Igen, ezek termosztátba kerülnek, ahol megfelelő biztosított a hőmérséklet, páratartalom és széndioxid. 30-40 fok? 37,5 fok. Bár lehet, hogy majd a környezeti minták esetén egy alacsonyabb hőanyag hőmérsékletet is ki fogunk próbálni, ezt majd meglátjuk, de alapvetően 37 fok körül termosztátba kerül be, de van 25 fokos, 37, meg adott esetben bizonyos extra körülmények esetén 40 fokot is tudunk biztosítani, és ezek ott elkezdenek tenyészni. És akkor meglátjuk, hogy mi fog kinőni rajta ilyen 2-3 nap alatt. Most ezt a videó elejét, meg a mintavételezést azt péntek délelőtt, 4-én, 9 óra 40-kor fejeztük be. Valószínűleg holnapra már ki fog nőni ez az, majd a kollégákat megkérdezem, hogy mi nő ki rajta, de igazából én hétfőre várok eredményt. Hát érdekes lesz, nagyon várom, úgyhogy akkor, ha mi jövő hét elején hozom 2-3 nap múlva találkozunk. Igen, jövünk vissza, és szerintem én majd a laborba azért csinálok róluk szép fotókat. Mindenképpen bele akarom tenni. Jó, köpeny megtartom. Örömmel. De akkor viszont mindig kell használnod. Mint azt látjátok, az ígéretekkel ellentétben ezt a videót nem a telepen fejezzük be. Ez azért van, mert rajtam van a dögvész, de nagyon. Úgyhogy most egy ilyen konferencia hívás keretében, Dávid, prezentálja nekünk az eredményeket. Első körbe, mire számítottál, hogy mit fogunk találni ebben a remek mintavételben? Alapvetően én arra számítottam, hogy sok olyan baktériumot találunk, ami tennyvizekben jelen van, főként mindenféle fekális fajot, de ilyeneket nem találtunk. Aminek nagyon örültem, hogy nem találtunk szalmonella fajokat sem, tehát egy általános, normális környezeti flórát találtunk. Gombákat sem találtunk, ezen meglepődtem egy kicsit, de valószínűleg a környezet az nem olyan volt, ami, vagy nem volt még idejük kifejlődni, vagy a mi tenyésztési körülményeink voltak rövidek. Azt tudni kell, hogy ezért egy ilyen tenyésztés a sokkal-sokkal hosszabb időt is igénybe vehet, és mi most csak egy rövid átfogó képet szerettünk volna mutatni, hogy van-e valami, amit gyorsan, viszonylag költséghatékonyan ki tudunk mutatni. Itt lehetne játszani a mintákkal, szétszedni különböző fajokra, azokat egyesével azonosítani, de egyrészt akkor ez a videó hetek múlva készülne el, másrészt pedig a költségek rettentően elszállnának. Mit jelent a költség egy ilyen vizsgálat során? Tehát, hogyha most nem, tehát, ha valaki az utcáról belső mondjuk egy kútvizet szeretne megvizsgálni, mert kurt kútja van, vagy hasonló. Azt nagyon fontos elmondani, hogy nem az én szakterületem ez, mi alapvetően humán mikrobiológiával, meg egy humán diagnosztikai labor vagyunk, és a környezeti mintavételezés az egy teljesen más szakterülete, vagy teljesen más szakterülethez tartozik. Én most ilyen laborköltséget tudok mondani, nem feltétlenül a piaci árakat. Amit most elvégeztünk, az mintavételenként pár ezer forint volt, tehát nem egy extrém költség. Innentől, ha innen vinnénk tovább, onnantól kezdenének elszállni a költségek. Tehát, ahogy néztem, azért jó párféle baktérium tenyészet ki, tehát szerintem mintavételenként olyan 15-20 ezer forintig mennének el a költségek. Aztán. És hogyha valami extrém dolgot találnánk, vagy extrém bonyolult lenne a kimutatás,
akkor az akár a 100 000 nagyságrendet is igénybe venni. Csak baktéria, tehát vírusokkal nem foglalkoztunk, az egy külön eljárás lett volna, és ott sokkal specifikusabban, ott nem lehet egy ilyen általános képet kapni, ott ki kellett volna választani adott vírusokat, amire kíváncsi vagyunk, és akkor azt nézni. Ha meg egy még átfogóbb képet akarunk, akkor szekvenálni kellett volna a mintát, az megint egy szintlépés költségekben. Hát ahogy néztem a mintákat, mindegyikben gyakorlatilag ugyanaz volt. Ami azért alapvetően nem annyira meglepő, hisz ugyanaz a Dunavíz öntött el mindent, és nagyon nagy differenciálás nem volt a mintavételi helyekben. Amint mi gondoltunk, hogy abban a szétszedett bálna kupéban esetleg valami plusz kinőtt, mert ott egy ilyen szivacsos közegből vettünk mindát, az nem valósult meg. Tehát nagyjából ugyanaz volt a minták felosztása. Mennyiségi különbséget láttunk, de ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott különböző volt a mennyiség. Ez a mintavétel technikájából adódóan is lehet, hogy a pálcát nem sikerült úgy megdörzsölni, vagy nem tökéletesen ügyezett. Tehát itt a mintavétel befolyásolhatja a mintamennyiséget, úgyhogy azt nem szabad, hogy esetleg kevesebb nőtt föl a magán a táptalajom. A telephelyen alapvetően valószínűleg nagyon extrém dolgok nem lehettek az árvíz előtt, mert egy száraz környezet, amit alapvetően főleg a műhelyben felslagoltok, tisztán tartjátok, tehát nagyon-nagyon extrém dolgok nem lennének, hisz ha ilyen szinten tudnának extrém veszélyes kórokozók megteremni, akkor valószínűleg ti nem dolgoznátok ott, vagy nem ilyen egészségi állapotban dolgoznátok. Tehát azok a fajok tudnak megmaradni, vagy az evolúció szempontjából az a logika, hogy ti ott egy együttélést folytattok, tehát hogyha ott folyamatosan veszélyes fajok lennének, az vagy alkalmazkodtok, vagy elpusztultok. Tehát ez a kettő opció van hosszú távon. Tehát itt igazából egy teljesen normál flóra jelent meg, mint ahogy kimutattuk, és szerencsére a víz nem mosott ki a közelbe semmilyen olyan kút, dökkút, szennyvíztározó, olyan csatorna, pangóvizet nem mosott ki, ami mennyiségbe hozott volna olyan kórokozókat, amik veszélyesek. Viszont, hogyha megnézel egy jelentést ilyenkor, egy ANTS jelentést, hogy ott indikátorfajokat szoktak mindig megadni, általában kólit, ez igazából a szakmának egy jelzés arra, hogy milyen mennyiségű baktérium van, nem feltétlenül azt, hogy a kóli a veszélyes. Tehát, hogy nem feltétlenül az a fő probléma, hanem mi van, ez csak egy jelzés arra, hogy milyen fokú a baktérium szennyezettsége a talajnak. De azt szeretném kihangsúlyozni megint, hogy ez már egy külön, tehát a szennyvíz diagnosztika az egy külön szakterület, és most már nagyon-nagyon fejlődített a technika, tehát PCR-rel is kórokozók örökítő anyag mennyiségéből is tudnak következtetést lemondni. Erre egy nagyon jó példa, ami a koronajárványnál kialakult, hogy a szennyvízbe a kiürített koronavírus mennyiséget nézték, és ebből egy jóslást tudtak adni, hogy a járvány hol tart. Ez nem egy pontos, tehát nem egy nagyon akut, de egy nagyon jó trendszerűséget lehet következtetni, hogy a járvány fölfelé megy, vagy a járvány szintje lefelé megy. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett terület, és szerencsére Magyarországon nagyon-nagyon szakemberek dolgoznak ezen a területen. Nézd, Dávid, nagyon szépen köszönöm, mindenképpen megnyugtató, de mert akkor lehetett volna... Találunk valószínűleg a következő lépésnek már nem biztos, hogy örültetek volna, amikor az ANTS kopog nálatok, hogy akkor újra bezárnak titeket egy teljes fertőtlenítés miatt, mert ezt hozzá kell tenni, hogyha mi is találunk valamit, ezek jelentési kötelezettséggel bíró kórokozók, tehát nekünk ezt függetlenül attól, hogy mi jobban vagyunk, bármi van, azonnal jelentenünk kell, hogyha ilyet találunk, ez egy magasabb szintű kötelezettség, úgyhogy akkor egy teljes fertőtlenítés kell, ami viszont nem egy tragédia, tehát ez egy viszonylag egyszerűen kivitelezhetőre megvannak a technikák. Nagyon szépen köszönöm, egyrészt tényleg megnyugtató, hogy nem találtunk semmit, másrészt meg tök jó, hogy megint belenézhetünk valami olyan szakterületbe, amit eddig nem láttunk. Egy dolgot mondj még nekem, pályafutásod során találkoztál már tényleg rémisztő mintával, amit Magyarországon találtál, és azt mondtad, hogy hát ennek így nem kellett volna lennie. Akár olyat, amit emberből vettetek le, akár környezeti mintáról. Hát valami tényleg meglepő dolog akadt így a pályafutásod során?
Én humán területen dolgozom, úgyhogy nekem csak emberből vett minták jutottak, és már Szent László kórházban dolgoztam, ami egy fertőzéses betegségekkel, vagy most már csak részben fertőzéses betegségekkel foglalkozó intézet, ezért ott azért volt jó pár érdekes eset, főleg a trópusokról behozott fertőzések voltak, HIV, hepatitiszek, humán papillomavírus, tehát ezek, amik itthon általánosan elterjedtek, és voltak behurcolt kórokozók is, azok is érdekesek voltak. De szerencsére ezek azért nem, a behurcolt kórokozók nem általánosan elterjedtek, tehát azokra mi is felkaptuk a fejünket, de Magyarországon is azért voltak érdekes esetek, meg vannak kisebb járványok, amik nem ütik meg a média küszöbét, azért az lecsapódott a kórházban, tehát azokkal kellett foglalkoznunk. Érthető. Dávid, nagyon köszönöm, további jó munkát. Aztán, hogyha köszönöm neked is, és vásároltunk, akkor bármi van, vásároltunk valami romot, akkor jöhetsz. Akkor szóljatok, és megyek mintát venni. Szuper, köszönöm szépen. Szia! Hello!